Nadia Izita vagyok, gyöngyékszerkészítő. Most a mesetábor keretein belül a királyi kincstár ékszereit készítettük el a gyerekekkel. És nagyon ügyes, nagyon kedves csoport, még a végén énekeltünk is. Fazekas Judit vagyok, örömömre szolgálni, mivel részt vehettem a VM Ritkában foglalkozásvezetőként. Először fiatalabb korosztályú csoporttal foglalkoztam, majd később idősebb gyerekekkel is. Nagyon örülök, mert abszolút interaktívan részt vettek a foglalkozáson. A Kerekkő című mesét dolgoztuk fel, szerepekbe bújhattak a gyerekek, amit nagyon élveztek. Nagyon jól el tudták játszani a király szerepét, mindenki választhatott kívánság szerint, hogy itt a feleség, a szegény halászember szeretne lenni, vagy épp a király, a királyné. Abszolút úgy érzem, hogy egy szép napot zártunk le a mai napkal. Beste Szabolcs, élménypedagógiai tréner vagyok, és a mai nap most kezdődött be a VM4H épületében az önismereti kamasztábor, ahol 8 résztvevő van most jelen, és hát most túl vagyunk már az ismerkedés első fázisain, ha bár maga az ismerkedés is soha véget nem érő folyamat, de úgy érzem, hogy ezen nagyon nagy léptekbe haladunk előre, és elkezdtünk már az önismerettel is lehetősen foglalkozni. Először páros és kis csoportos játékokon keresztül gyakorlatilag most itt tartunk, és nagyon nagy bizakodás van bennem, hogy ezen a héten nagyon nagy fejlődésen fognak átmenni a résztvevők, hiszen már most nagyon komoly dolgokat fogalmaztak meg. Az én nevem Farkas Karina. Ez a megtiszteltetésért, hogy a Mese-Mese Mátka tábor nyitó napján foglalkozást tartsak a gyerekeknek. A mai napon a Kerekkő című mese került feldolgozásra, én pedig oly módon tartottam foglalkozást a gyerekeknek, hogy különböző játékokat hoztam, amik kapcsolódhatnak az adott meséhez. A gyerekek nagyon jól érezték magukat, sokat nevettünk, jól éreztük magunkat, játszottunk, és szerintem egy sikeres foglalkozást tudhatunk magunk mögött.